Olvastam egy olyat, ilyen kommentben a Facebookon, hogy a szeretet az mindent megold. Na most akkor ezzel kapcsolatban egy kis történet. Úgy születik le az egyén, hogy törölt tudattal. Tehát magyarul az előző életi tudása az nincs biztosítva számára, mert kitörölték. És a lélek úgy működik, hogyha kitörlik az összes tudást belőle, akkor egy dolgot fog tudni, szeretni, méghozzá feltétel nélkül. Tehát a tudást, vagy az információkat és a tudást kitörlik a lélekből, akkor visszakapja a feltétel nélküli szeretetet. Na most, tehát, hogyha egy kisgyerek megszületik, egy kis csecsemő, és nagy gond nem volt az édesanyja hasában, az édesanyja nem élt meg rossz történéseket, vagy nagyon rossz történéseket, akkor gyakorlatilag egy olyan gyerek születik, aki tele van szeretettel. Aha, és akkor utána kérdezném, és azon kívül mit tud? Tehát azon kívül, hogy tud szeretni, nem kismértékben, sokkal jobban, mint ugye a felnőttek, azon kívül mit tud? Tud enni, inni, tisztába tudja magát rakni, kimegy a WC-re, nem? Ezt mind tudja, vagy sem. Tehát kell a szeretet, de tudás nélkül mit érsz vele? Ugye valaki kommentelte itt azt a kérdést, hogy a szeretet minden, vagyis azt nem, tehát ő kommentelte ki, hogy a szeretet mindent megold, és akkor én válaszoltam neki, hogy a pokolba vezető út jó szándékkal van kikövezve. Ugye ezt ismerjük, ezt a mondást. Na most azt is ismerjük, ugye tapasztalatunkból, hogy a jó szándékú emberek azok képesek szeretni. Világos ez? Hát gondold végig, egy rossz szándékú ember az utálkozni képes nem szeretni. Tehát egy jó szándékú emberben benne van a szeretet, ez nem kérdés. Világos ez? Aha. Akkor hogy van ez a mondás? Tudás nélkül mit ér a jó szándékával, tehát a szeretetével? Világos ez? És emberek elhiszik maguknak, hogy tudás nélkül csupán csak szeretettel képes a jó, a helyes működésre. Akkora tudatlanság van, hogy ihaj meg csuhaj. Persze, a szeretet az nagyon fontos, de nem minden. Ebből látni, hogyha a gyereket nem tanítanák semmire, és megmarad, és nem is bántanák, nem is értékelnék le, gondoskodnának csak róla, szerinted hogy tanulna meg bármit? Max úgy, mint a majom, tudod, hogy látja, és talán kezdi ugye utánozni. De azt mikorra csinálná meg jól, szerinted? Tehát az ember tudjuk jól a dzsungel könyvéből, ugye meg a Tarzanból, hogy egy állatvilágba kerülne egy kisded, akkor ilyen állati működést venne föl. És ha farkasok nevelnék föl, akkor úgy működne, mint egy farkas. Ha gorillák nevelnék föl, akkor úgy működne, mint egy gorilla.
Oké? Na most, ha emberek nevelik, akkor úgy működik, mint egy ember. Tehát a nevelés az alapvető micsoda? Hát tanítás, nem? A szülők részéről, nem az? Nem tanítás? Miért van? Biztos vannak olyan szülők, de ez helyes gondolkodás, hogy na, hadd nőjön a gyerekünk úgy, mint a dudva. Hát ez milyen felnőtt lesz? Oké. Hát még a kultúrnövényeket is, ha nem nyesegeted, mi lesz belőlük? Ha még a kultúrnövényeket is nyesegetni kell, hát még a dudvát. Tehát én nem is értem, hogy spirituális emberek úgy gondolják, hogy a szeretet az mindent megold. Nem kell tanulni. Én meg azt mondom neked, ha hülyeség fájna, ordítanál. Ha valaki azt gondolja, hogy elég a szeretet, hát nézzétek meg, hogy csupán szeretetből mennyi ökörséget tudnak csinálni mondjuk a liberálisok. Oké? Hát meg mindent szeretnek. És mekkora ökörségeket tudnak ezáltal csinálni. Hát most már lassan ott tartunk, hogy az ember állatokkal csókolózik. Hány olyan filmet látsz, hogy a színész vagy a színésznő ott puszikodik a kutyával vagy a macskával? Érted? Tehát hagyja, hogy mit tudom én, nyalja a kutya a száját. Erre ezt tudom mutatni. Vagy mit tudom én, szájam puszíja a kutyát, érted? Hány ilyen filmet láthattál már? Ez a liberalista, helyezkedjünk egy szintre az állatokkal. Érted? Tehát ők is érző lények. Aha, persze. Hát lehet, hogy te olyannak gondolod magad, mint az állat, akkor maradj is olyan. Hát ennyi. Ezt majd meglátod a következményét. Tehát megnézed, ugye, hát sőt, mindent szeretnek. Hát a liberálisok azok mindent. Aha, és mi a liberalizmusnak, tudod mi a következménye? Az, ami a Római Birodalomban volt. A Római Birodalomban a liberalizmus teljes egészében elhatalmasodott. És mi lett a Római Birodalommal? Lesöpörték őket, ennyi. Ennyi. Tehát eltűnt. Lényeg az.